Szeretnénk bemutatni az európai parlamenti listánkat, és az európai parlamenti listánk első 5 helyén szereplő személy itt van, úgyhogy nekik is majd átadom a szót, de akkor előzetesen kezdjük a lista első 5 helyén lévő nevekkel, illetve személyekkel. A Mi Hazánk Mozgalom országos elnöksége úgy döntött, hogy a listát jó magam vezetem. Ennek két oka van. Egyrészt a személyesen is foglalkozom a párt külpolitikájával, mint az Európa Tanács tagja, másrészt pedig teljesen egyértelművé és világossá szeretnénk tenni, hogy a Mi Hazánk Mozgalom listája az hova tartozik. Viszont előre szeretném elmondani, hogy nem kívánok Brüsszelbe menni, nem kívánok az Európai Parlament tagjaként dolgozni a jövőben, hanem a Magyarországgyűlésben kívánok maradni. A lista második helyén hasonló okokból a lista második helyén Dúró Dóra szerepel, a Mi Hazánk Mozgalom elnök helyettese, alelnöke, aki szintén marad az országgyűlésben, annál is inkább, hiszen ő maga az országgyűlés alelnöke, tehát nagyon fontos feladatot teljesít. És a harmadik helyen viszont már olyan valaki szerepel, aki kimegy Brüsszelbe, és egészen biztosak vagyunk abban, hogy nagyon jól fogja, remekül fogja képviselni Magyarországot és a magyarságot, ugyanis ő nem más, mint Borvendég Zsuzsanna, aki a Magyarság Kutató Intézet tudományos munkatársa, Magyarország egyik legnépszerűbb történésze, akinek a könyvei 50 ezer példányban fogytak el, így aztán azt gondolom, hogy széles körben ismert az ő tudományos munkássága, és éppen azt a területet kutatta, főként a rendszerváltozás, elsikasztott rendszerváltozás előtti időszak, a kádári diktatúra nagy ismerője, és mint tudjuk, ez a rendszerváltás nem sikerült, tovább élt ez a hálózat, amely átalakult egyfajta globalista hálózattá, és ez ellen a hálózat ellen, amelynek mindig egyik legfontosabb ismertetője az, hogy soha nem a magyar érdek az első, hanem mindig valamiféle nemzetközi ideológiát képviselnek. Most éppen Brüsszelből kapják az utasításokat, ez ellen a hálózat, ez ellen a kör ellen kívánunk harcolni Brüsszelben, az Európai Parlamentben, és azt gondoljuk, hogy Borvendég Zsuzsanna, aki ráadásul egy pártok felett álló személy, azt gondoljuk, hogy tökéletesen meg tudja testesíteni a nemzetet, és tud harcolni ez ellen a nemzetellenes ideológiai hálózat ellen. A következő helyen, tehát a lista negyedik helyén Kispalkó Szilveszter, a Mi Hazánk Mozgalom nemzetpolitikai kabinetjének elnöke, vezetője szerepel, tekintettel arra, hogy ő Topolyán él, tehát délvidéki, így aztán szeretnénk az ő személyével egy másik üzenetet is közvetíteni. Mi összmagyarságban gondolkodunk, ma már szinte senki nem beszél erről, elfelejtettek erről beszélni a kormánypártok is, hogy mennyire fontos a kárpát-medencei magyarság egysége, és mennyire fontos az a magyar igazság, amelyet a Mi Hazánk Mozgalom képvisel. És a lista ötödik helyén pedig Árgyalán János, a Mi Hazánk Mozgalom külügyi kabinetjének elnöke szerepel, aki eddig is a párt külügyeivel foglalkozott, tehát talán nem is olyan meglepő, hogy ő is a lista első 5 neve között található, és azt a nemzetközi kapcsolatrendszert, amelyet már elkezdtünk évek óta építeni, azt ő személy szerint tovább fogja építeni. Ezzel kapcsolatban, és az európai parlamenti feladatainkkal kapcsolatban még annyit szeretnék elmondani, hogy meglátjuk, hogy az európai parlamenti választások hogyan alakulnak. Elképzelhetőnek tartjuk azt, hogy új európai frakciók alakulnak majd. Mi teljesen egyértelműen olyan frakcióhoz akarunk csatlakozni, amely antiglobalista, amely a nemzetek Európáját akarja megvalósítani az Európai Egyesült Államok helyett. A választások után majd meglátjuk, még egyszer mondom, hogy melyik lesz az a frakció, amely valójában ezt az eszmét, ezt az elképzelést képviseli. Mi az elmúlt években, az elmúlt hónapokban többek között a németországi AfD-vel, vagy mondjuk Bulgáriában az újjászületés nevű párttal, vagy Hollandiában a Fórum a demokráciáért nevű pártokkal közösen mozogtunk politikai értelemben, tehát több közös rendezvényünk volt, az évértékelőn is itt voltak ezeknek a pártoknak a vezetői, tehát az AfD-t, mint nagyon fontos szövetségesünket szeretném megjelölni. Ennyi bevezető után átadom a szót Dúró Dóra
elnökhelyettes asszonynak, és természetesen utána én is várom majd a kérdéseiket. Szeretettel köszöntöm Önöket én is a Mi Hazánk Mozgalom sajtótájékoztatóján. Szeretném megerősíteni az elnök úr által elmondottakat a személyemmel kapcsolatban. Nem kívánok az Európai Parlament tagja lenni, már csak, nem csak azért, mert a Magyar Országgyűlésben látom, hogy van feladatom, illetve tisztségem, hanem 4 kisgyermek édesanyjaként sem szeretnék egy ilyen kétlaki életmódot vállalni. A Mi Hazánk Mozgalom egy programközpontú kampányt fog folytatni, tehát azt fogjuk megjeleníteni, amit mi kínálunk a magyar embereknek. Ez pedig röviden összefoglalva annyit jelent, hogy a globalista diktatúra helyett a magyar jövőt szeretnénk építeni, és erre a legalkalmasabb személynek dr. Borvendég Zsuzsannát tartjuk, aki történészi munkássága során is talán mondhatjuk, hogy a legjobb ismerője ennek a globalista hálózatnak, amely már a kommunista diktatúra idején is átszőtte Magyarországot, és a nyugat-európaiak a kommunistákkal együtt fosztották ki Magyarországot. Ennek szeretnénk megállt parancsolni. Az Európai Parlamentben is ezt az értékrendet kívánjuk követni, legyen szó az ukrán kérdésről, vagy bármely más háborús konfliktusról, illetve a magyar gazdaságpolitikában is a környezetünket és az emberek egészségét is tönkretevő akkumulátorgyárak helyett elsősorban az egészséges magyar élelmiszer megtermelésére és ennek feldolgozására kívánjuk a gazdaságpolitikánkat építeni, ami így a magyar szuverenitást politikai értelemben is valóban tudja erősíteni. És átadom a szót dr. Borvendég Zsuzsannának, aki tehát a Mi Hazánk Mozgalom listájának 3. helyezettje. Szeretettel köszöntöm én is a sajtó képviselőit és Önökön keresztül minden magyar honfitársamat. Végtelenül megtisztelő számomra az a felkérés, amellyel a Mi Hazánk Mozgalom elnöksége megkeresett, hiszen, ahogy elhangzott már, elnök úrtól is és alelnök asszonytól is, ugyanazt a munkát végezhetem továbbra is, amelyet az elmúlt közel másfél évtizedben folytattam, mint történész, csak ezúttal egy globális hálózati központban, és ezúttal már nem csak szóval és pennával, hanem tettekkel is. Nagyon szépen köszönöm. Köszöntöm én is a sajtó képviselőit. Kispalkó Szilveszter vagyok, a Mi Hazánk Mozgalom nemzetpolitikai kabinetjének elnöke, szakmámat tekintve mérnök informatikus. Korábban főleg a civil szférában tevékenykedtem, többek között a Kárpát-medencei magyarság rendelkezési jogaival, illetve a délvidéki magyarság kisebbségi jogvédelmével foglalkoztam. Az a tény, hogy a délvidéki magyarként a Mi Hazánk Mozgalom választási listáján szerepelhetek, én úgy gondolom, hogy újabb tanúbizonyságát jelenti annak, hogy mi az egységes magyar nemzetben gondolkodunk, és számunkra minden egyes magyar polgár érdekvédelme egyformán fontos, éljen akár az anyaországban, a Kárpát-medencében, vagy szerte a nagyvilágban. És ide vonatkozóan Szabó Dezső egyik klasszikusát idézném, minden magyar felelős minden magyarért. És ez egyébként a Mi Hazánk Mozgalom vezérgondolata is. Végezetül pedig elmondanám, hogy mi olyan Európát szeretnénk, amely nem letörni és feloldani kívánja a nemzeti sajátosságokat, hanem sokkal inkább erős és független nemzetállamokra van szükség, amelyek egymással szövetségben képesek harcolni a világpolitika káros és romboló erőivel szemben. Köszönöm. A Mi Hazánk Mozgalom külügyi kabinetjének elnökeként az elmúlt években az volt a feladatom és a célkitűzésem, hogy felvegyem a kapcsolatot azokkal a hozzánk hasonló nemzetben gondolkodó erőkkel szerte Európában, akikkel együtt tudunk dolgozni, együtt tudunk működni. Az Európai Parlamentben ennek a kapcsolatnak a próbáját fogjuk látni. Azt gondolom, hogy tovább kell építeni a kapcsolatokat, közösen erőt kell felmutatnunk, közösen kell küzdenünk a globalizmus ellen,
Közösen kell küzdenünk a háborúpárti szemlélet ellen, és közép és hosszú távon pedig az a célom, az a célunk, hogy mi vegyük át Európa irányítását. Az európai parlamentben együttműködve azt gondolom, hogy ez a cél elérhető, ez a cél reális, együtt kell működnünk, hiszen Magyarország a magyaroké, Európa az európaiaké.